Az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetségének januári nyugdíjcélú megtakarításokról szóló kutatásából az derült ki, hogy a gazdaságilag aktív felnőtt népesség 60%-a takarékoskodik valamilyen módon. Kifejezetten nyugdíjcélú megtakarítása azonban csak a megkérdezettek 33%-ának van. A tavalyi évben megközelítőleg 2 millió nyugdíjas élt az országban. A legmagasabb havi ellátás meghaladta az 1,3 millió forintot. 50 ezer forint alatti nyugdíjat mindössze 73 ezeren kaptak, azonban a nyugdíjasok fele havonta 100 ezer forintnál is kevesebből élt. Az öregségi nyugdíj átlagos összege 2015-ben 118 439 forint volt, ennél többet csak 3 megye és Budapest nyugdíjasai kaptak. Az öregségi nyugdíj legkisebb összege 2008. január 1-e óta változatlanul 28 500 forint. A januártól érvényes 1,6%-os nyugdíjemelés hatására átlagosan 24 ezer forinttal nőttek éves szinten a nyugdíjak 2016-ban Magyarországon. Az emelést követően az átlagnyugdíj összege havi 120 825 forint lett. Az idei évben nyugdíjat igényelhetnek az 1953-ban született, 63. életévüket betöltők, valamint azok a hölgyek életkoruktól függetlenül, akik teljesítik a nők kedvezményes nyugdíjának feltételeit. Egy a hvg.hu-n megjelent cikk szerint felmérések bizonyítják, hogy a társadalom előregedése miatt egyre kevesebb aktív korú lesz kénytelen finanszírozni egyre több nyugdíjast. 2050-re két keresőre jut majd egy nyugdíjas korú, a 65 év feletti lakosság aránya pedig 26% lesz. Ennek következtében jelen értéken számolva 2050-re nagyjából 100 ezer forint nyugdíjra lehet majd számítani. Köszöntöm a stúdióban Gyeskó Antal Viktória, pénzügyi tanácsadót, a Bisztor Alkusz Kft. Ügyvezetőjét, szakmai vezetőjét. Jó estét kívánok! Köszöntöm, jó estét kívánok! Évek óta halljuk a nyugdíjjal kapcsolatos fenyegetéseket, hogy nem is lesz nyugdíjunk, meg semmit sem fog érni, mire oda jutunk, és egyre gyakrabban halljuk az öngondoskodás kifejezést mindenféle médiumokban. Mennyire indult el Magyarországon ez a folyamat, és más országokhoz képest hol tartunk? Megállapíthatjuk, hogy ugye a magyar társadalom öregszik. Hogyha megnézzük a korfát, akkor teljesen nyilvánvaló mindenki számára, hogy ugye egyre kevesebb gyermek születik, és egyre több a halálozásoknak a száma, illetve az aktív korúaknak is, illetve az eltartottaknak a száma is kezd egy picit megbillenni. Míg ma azt mondhatjuk, hogy 4 aktív korúra jut egy 65 év feletti nyugdíjas korú, ez 2050-re úgy fog megváltozni, hogy 2 aktív korú fog eltartani egy 65 év feletti nyugdíjas korú embert. Nagyon fontos azt is megfigyelni, hogy a 19 és a 49 év közötti hölgyek egyre kevesebb számban vállalnak már ugye gyermekszülést, és tulajdonképpen ez is hozzájárul ahhoz, hogy itt a demográfiai helyzet miatt egyre nagyobb az államnak a hiánya, és egyre kevesebb összeget tud ezekre a járandóságokra fordítani. 2013-as adat, hogy a nyugdíjasoknak körülbelül a fele 90 ezer vagy az alatti nyugdíjat kap. Én azt gondolom, hogy ezen minél hamarabb el kell kezdeni gondolkodni, hogy hogyan fogjuk kiegészíteni ezt az összeget arra, ami mindenki számára egy megfelelő jövedelmet fog majd generálni. Különböző lehetőségek és technikák közül tudunk választani. Ha a nyugat-európai országokat vesszük alapul, ott már nagyon jó és bevált tendencia az, hogy ugye amikor valaki munkába áll és aktív korúvá válik, akkor meghatározott százalékát a jövedelmének már megtakarításba fordítja. Fontos azt is meghatározni, hogy milyen célom van ezzel a megtakarítással, hiszen nyugdíjas éveimre félretett összegben hosszú távban kell gondolkodnom. És különböző termékek közül tudunk választani. Nyilván nem mindegy, hogy milyen korú valaki, tehát egész másképp gondolkozik, aki 25 éves pályakezdő, vagy az, aki már mondjuk 50-en felül van. Így van. Tehát én azt gondolom, hogy ugye minél fiatalabbak vagyunk, annál kevésbé foglalkoztat még minket az, hogy milyen összegeket kellene félretennünk havonta, és milyen dolgokat kell majd megvalósítanunk az életünk során. Minél ugye közeledünk a nyugdíjkorhatár felé, vagy ugye kezdődnek azok, hogy be kell iskolázni ugye a gyermekeket, akkor szembesülünk azzal, hogy itt bizony nagy összegekről van szó, amiket ugye hirtelen ki kell adni, vagy folyamatosan meg kell teremteni. Mások a célok minden egyes életszakaszban, ezért én azt mondom, hogy célszerű mindig szakember segítségét kérni egy pénzügyi tervezés, vagy egy életpálya tervezéssel kapcsolatban. Hiszen ha hamar elkezdünk takarékoskodni, vagy megtakarítani bizonyos céllal, akkor sokkal kevesebb
kisebb összeggel kell elindulnunk, és be tudjuk iktatni a havi kiadásaink közé úgy, hogy ez azért ne legyen annyira fájdalmas. Hogy kell elkezdeni ezt a számolást? Mi az, amit alapul kell venni ahhoz, hogy nagyjából kiderüljön, hogy mennyi az a havi megtakarítás, amire nekem szükségem lenne? Mindenképpen ugye azt kell megnéznünk, hogy milyen időintervallumban kell gondolkodnunk, tehát mennyi időnk van arra, hogy azt a célt elérjük. Hogyha ugye pályakezdőnként elkezdünk dolgozni, ugye akkor a legelső az, amit célként föl tudunk állítani, hogy egy házunk vagy egy lakásunk legyen. Itt célszerű olyan terméket választani, amelyekre ugye adókedvezményeket tudunk igénybe venni, vagy állami támogatásokat tudunk igénybe venni, és itt mindig ezért is mondom, hogy fontos az, hogy meghatározzam, hogy mi a célom, és erre mennyi időm van. Míg az elején ugye a nyugdíjcélban gondolkodunk, akkor kevesebb összeggel, akár havi 5000 forinttal is célszerű elindulni, és ugye ahogy haladunk előre, ezt tudom emelni. Ha lakástakarékban gondolkodunk, tehát tudjuk azt, hogy 4 éven belül, 8 éven belül nekem lakáscélom fog megvalósulni, akkor ugye itt egy 10 vagy 20 ezer forintos havi összegben kell gondolkodni. Mindig meg kell azt néznünk, hogy mennyi a bevételi oldalunk, és mennyi az a kiadás, amit reálisan be tudunk vállalni, és ezt biztosan tudjuk vállalni. És azt gondolom, figyelembe kell venni, hogy mégis milyen összegre lenne szükségünk majd időskorunkban, tehát milyen életszínvonalat célozunk meg, illetve nyilván nem az a cél, hogy amikor nyugdíjban vagy az ember, akkor rohamosan így lecsökkenjen az életszínvonala. Így van, tehát ezt mindenki nagyon jól tudja, hogy van egy életszínvonal, amit él, és ezt ugye nyugdíjas éveiben nem szeretné elveszíteni. Tehát sőt, ugye, hogyha a nyugati országokat nézzük, akkor ugye a nyugdíjasok élik azokat a pillanataikat, hogy ugye utaznak, és azokat a dolgokat próbálják megvalósítani, amit ugye aktív korukban nem tudtak. Hát ez ugye költséggel jár, akár egy nyaralást, akár egy síelést iktatunk be, ez mind ugye plusz kiadásokat jelent. És ugye minél később kezdünk hozzá, annál nagyobb összeget kell havonta félretennünk. Mennyire reális ez Magyarországon, amit ugye említett, hogy Nyugat-Európában ez a természetes, hogy aki nyugdíjassá válik, az annak gyakorlatilag kivirul az élete. Igen. Magyarországon ennek nagyon az ellenkezőjét látjuk. Igen. Mind múlik az, hogy ez egyrészt nyilván az alacsony jövedelmek magukban rejtik az alacsony nyugdíjat is, de azt gondolom, hogy ez a szemléletváltás azért elengedhetetlen. Ez így van. Én azt gondolom, hogy ezt már egészen kicsi korban el kellene a gyerekekkel kezdeni, és próbálni arra nevelni őket, hogy amit ugye én megkeresek, azt ne 100%-ban költsem el, hanem legyen egy bizonyos összeg, amit mindig félreteszek, és tudom azt, hogy az nincs, azzal nem kalkulálok. És így el tudom azt érni, hogy ne fájjon annyira ez a félretevése ennek az összegnek, hiszen van, amikor ezt majd gyümölcsként fogom megélni nyugdíjas éveimben. Érzékelhető ez már, ez a szemléletváltás Magyarországon az utóbbi években? Igen, én azt mondom, hogy 2008 óta folyamatosan növekszik azon ügyfeleinknek a száma, és akik elkezdtek már egy picit abban gondolkodni, hogy nem hiteleket vesznek föl. Persze ez is elkerülhetetlen, hogy ugye az ember ehhez a formához nyúljon, de elkezdtek azon gondolkodni, hogy hogyan is miként lehet akár kisebb összeget is félretenni, és segítsünk nekik abban, hogy hogyan tudnák ezt úgy megvalósítani, hogy esetleg kedvezményeket is igénybe tudjanak venni, hiszen az állami támogatások kihasználását én azt gondolom, hogy senkinek nem szabad kihagyni. Azt gondolom, talán egy kicsit a magyar gondolkodásban, vagy a magyar mentalitásban van az benne, hogy mi hajlamosak vagyunk túlvállalni magunkat, és többet mutatni, mint ami a valóság, míg más országokban ez éppen fordítva van. Igen, hát ez a szemlélet, amit ugye már nagyon korán el kellene kezdeni a gyerekekbe, akár egy iskolai kereten belül, valamilyen szakkör keretében, én ezt egyébként nagyon szorgalmaznám, hogy minél korábban elkezdeni nekik ezt a pénzzel való bánásmódot. Így van. Uh-huh. Tehát én azt tapasztalom, hogy az ügyfeleknek nagy százaléka nincsen tisztában alapdolgokkal, amit ugye hol lehetne, mint ugye az iskolai padok között is már megtanítani nekik, hogy hogyan kellene szemléletmódot váltani. És hogyan kellene egy picit strukturálni ugye a fejükbe, hogy ne a hitelhez nyúljunk, hanem inkább azokat a megtakarításokat és azokat a kedvezményeket vegyük igénybe, amelyeket ugye az állam tud számunkra biztosítani. Hát lenne még erről továbbiakban is mit beszélgetni, de köszönöm szépen, hogy befáradt a stúdióba hozzánk. Köszönöm.